Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit, és ma jönnek majd este 7-kor a nerfek, addig is játszunk valami nagyon izgalmas dologgal, egy midrange warlockkal. Már nem tudom, kitől van a lista, viszont nagyon tetszik, hetek óta a kollekciómban van, úgyhogy gyertek, nézzük együtt. Ami ebben a listában igazán fontos, ugye Prince Kelezett, tehát hogy így a teljes mémek. Dupla Covert Librarianünk van, ezek ugye a spellstone-okkal működnek csodálatosan. Lakari Felhoundunk van, ami ugye a Soul Warden-nel tud érdekes dolgokat kiadni. Van School of Manaring, ami bár ugye nincs cube-unk, de a Doomguard-okkal csodálatos, sőt ugye lehet egy Kelezettel felbuffolt Void Lordunk, akár mondjuk a hatodik körre, hogyha az ellenfél nincs fegyverleszedés. Van ugye Godfrink, ami board clear, van dupla Hellfire-ünk elméletileg, ami board clear, és rengeteg tauntunk van, van egy csomó értékünk, van fegyverleszedésünk, hogyha esetleg Mirror lenne, és hát a végére egy Blood River Gul'dan, meg természetesen egy Lich King, úgyhogy ez az, amivel játszunk. Nagyon sok leszedés, sok gyógyulás, és lények, ez az, ami ebbe a deckben nagyon fontos. Na, nézzük a létrán, hogy remekel. Tegnap egészen érdekes, mert hogy tegnap körülbelül 10 meccset nyertem vele, viszont a matchmaking úgy hozta, hogy a tegnapi nap valami összesen kb. 12 vereségem volt, vagy 13. A csillagokból látszik is, hogy nagyon szarul állok, tehát hogy a tegnapi videó végén 11 csillaggal álltam jobban, mint most. Igen, tegnap nem szeret a Blizzard, és föltettek a szopó vonatra. Hát és én meg magamtól nem szálltam le róla, hanem szerettem volna létrázni. White-ban, Standard-ben, mindenhol, de sehol sem ment. Mindenhol csak a counter-deckek jöttek. Az ilyet gyűlölöm. És most is az van, hogyha ez valami Miracle Rogue, akkor így sírunk. Ha odd, akkor talán meg tudjuk fogni. Ez túl nehéz kéz, úgyhogy ezeket így eldobjuk. Tauntokat akarok ott rogue ellen mindenképpen, aztán hogyha mali, akkor meg igazából tök mindegy. Viszont a kobold és a spellstone az jó így kezdőkézve. Ilyenkor szokott az lenne egyébként, hogyha jó a kezdőkezem, akkor az ellenfélnek a matchup, tehát akkor a matchup lesz szar. Na, így nem biztos. Na, majd meglátjuk. Azért ez elég sok mindent le tud hozni. Ami itt jó szokott lenni, az általában a Hellfire, csak abba bele kéne húzni. Mondjuk a dupla spellstone se rossz, csak az a gond ugye, hogy harmadik körben ki fog kerülni, de harmadik körös henchkan tagot pont meg tudjuk alázni. Az elég jó. Oké, okay, board clearünk van. Jó. A Doomguardot viszont tilos lesz kijátszanunk kb. Most ez dagger up, nem üti le a koboldot, ha a henchkan tag nála van. Ugye azért jó ez nekem, mert hogy nem tudom, hogy maga az odrog, mert ugye nincs szepje. És itt a legnagyobb dolog, amitől félünk, jó, valószínűleg nincs nála hencsklántag. Amitől félünk, az ugye nyilván a szep. Minden más ellen egyébként ugye a Void Lord elég jó. Na, ez is megvan. Lehet, hogy lassan a teppelgetésbe lehet amúgy fejezni. Na, ez most hencsklántag, akkor örülünk. Ugye a nagyobb spellstone-t fogjuk kijátszani rá, mert a kisebb egyszerűen nem öli meg. De. Ja, nincs kisebb meg nagyobb, csak arany meg nem arany, csak néztem, hogy furán néznek ki, de nem. És kirakja a mizét, a fledglinget, a fledglinget simán csak lecsapjuk. Jó, deckhand. Ó! Izgi. Mondjuk én ezt nem csináltam volna meg. Mert elhasználta a Coint is, mint triggert, elhasználta az Argent Squire-t is, mint triggert. Valószínűleg akkor meg nagyon szar a keze. Igen. Na hát ő ezt szerette volna kibételni. Király. Ugye Godfrink van, de az következő kör, meg egy következő szint, meg én mit tudom én. És megcsináljuk ezt alapvetően. Hát most incredible, nem incredible. Most arra rátesz még egyet, nem tudok vele mit csinálni, de Ziliex valószínűleg. Ez kellemetlen viszont.
Ugye Godfrey még nem játszik, viszont nekem kell a heal, úgyhogy... így. Így csináljuk meg. Így most az arcát is beleütheti, a buborékot is beleütheti. Ha az arcát üti bele, nyilván az a jobb, akkor Godfrey-vel még ugyanúgy van takarításom. Ja. Mondjuk ugye játszik bagolyjal. Tehát tegnap az egyik ilyen bagyos csávó alázott meg. Wow! Na hát és akkor... jó. Hát akkor most én mondhatom azt majd, hogy incredible. Jó, most már csak a Lakari kellene neki, vagy a School of Manary kellene. Mondjuk egy körön belül ki tudom tenni a Void Lordot. A Lakarit ki akarom rakni. Ilyenkor szokta, mondjuk, amúgy kirakhatom. Most nem tudja eldobni egyszer három dolgot. Tehát... simán megcsináltam azt, amúgy, hogy kirakom a Lakarit, az legalább Taunt. És a két Void Lordból, ha az egyiket eldobja, akkor Soul Warden még mindig nálam van. Aztán, hogyha... wow. Jó. Én azt mondom, hogy ezt be kell vállalni. Hát üsd le. Mondjegy. Abból úgysem egy ki mind a kettő, ugye? Az... egyébként nem probléma. És akkor most mehetnek a Void Lordok, és Soul Wardenből meg Doom Guardunk lesz. Meg Hellfire-ünk is, hogyha vissza akarjuk húzni. Na jó, azt leütheted. Kérlek, üss is bele. Bevesz egy 8-ast. Ez végtelen izgalmas. Jó, bagoly van-e a kezében? Hát nem tudom, de ezt meg kell csinálni. Jó, ha van bagoly a kezében, akkor ugye egy offra van. Nem egyre, többre. Az nem érdekes. Nem érdekes, mert van még egy Void Lordunk, hogyha egyet nem tudott megoldani, akkor kettőt se fog. Jó, azt leütjük szépen. Mert hogy így. Egy kettő nem megy át, és akkor a tudok... hát igen, nem jött neki össze. Pedig közel volt, de ahogy láttátok a kezem, azért ez távolra sem volt lejátszott mérkőzés. Haha. Nem szeretjük amúgy a huntereket, mondjuk így a Hellfire-ral elég jó a dolog. Wow. Jó, a Doom Guardot és a Void Lordot mindenképpen eldobom. Kellene valami trigger a Spellstone-hoz és jók vagyunk. Ugye ő számítani fog Hellfire-re, úgyhogy érdekes, nem vagy nem tudom. Jó, mondjuk ő nem az, nem a secret-es srác. Kell ez-e? Ó, sosem kelezett, néha Librarian. Hogyha ő ilyen midrange hunter, már pedig ő valószínűleg midrange hunter, ebből kiindulva eddig, akkor nála nincs spellstone, viszont vannak nagyobb lények. Vagy hát majd a Rexarval úgyis. És nincs nála fegyverleszedés, ami egyébként az egyik legfontosabb dolog szerintem. Amiért ez tök jó. Szóval, hogyha nekem van egy School of Manarin mondjuk egy néhány körön belül, akkor elég király tudok lenni. Ja. Azt én megölném következő körben mondjuk. Ér nekem ez most egy coint? Hát gondolom érnem. Nem?
És várhattam volna vele még, de minek szedjek be feleslegesen 4 damage-et, ha nem muszáj. Így nem tartottam indokoltnak. Most fegyvert rak... Wow. Na ez így viszont kellettem. És nem tudom megoldani. Beleüt, az nekem kiváló, felrakja a fegyvert, beleüt, akkor az Iliex-el csak lecsapjuk a... Wow, akkor nem csapjuk az Iliex-el. Fegyver. A School of Manary most így konkrétan meccset nyerne. Hát ez nem az. Csináljuk már meg ezt, hát ha nincs nála másik. Az almafa. Mennyire van tele a kezem? 20 egyet. Ja. Jó, az almafa az valószínűleg... Hát nem, az Iliex, aztán utána almafázunk. Csak csapjon már egyet, jó. Mert így akkor le tudjuk szedni szépen. Hunter's Mark. Na, de jó lesz, hogy nerfelik a Hunter's Markot. By the way. Oké. Okay. Akkor most van az a helyzet, hogy dupla tauntot kell raknom, ez biztos. Tarlurker, az mindennél jobb, vagy nem Tarlurker. És ez pedig bármi is legyen. Jó. Mondjuk a Hellfire-nek nem örülünk. Hellfire-nek nagyon nem örülünk. Most lehet még két nagy, közepesen nagy taunt. Vagy egy Silence és egy taunt. Most oké, buffolj egy kicsit a hiénát, de ezen elvileg nem tud átjönni szerintem. Ha csak nincs még egy Hunter's Mark-ja. Van még egy Hunter's Mark-ja, akkor nyilván át tud. De így meg lesz. Igen. Csodálatos. Akkor így az almafa, nem az almafa. Hát akkor ez így biztos, hogy történik. És természetesen Gul'dan. Tehát, hogy mi más repülne, mint Gul'dan, úgyhogy nincs nálam a... Mondjuk a Brewer az kevésbé érdekes. Jó, és akkor innét ez Void Lord, nem? De Void Lord, és akkor a következő körben meg van dupla tauntunk. És ugye az a baj, hogy Kill Command range-ben vagyunk. Tehát bármikor felhúzza Kill Commandot nyer. Jó, hát de innét most a Void Lord azért old meg dolgokat. És most de jó lenne a Hellfire. Ez nem az. Wow! Jó, itt dupla taunt a megoldás. És nem tudjuk megölni ugye a... ezt a csodát. Igen. Viszont egyet belecsapunk, nem? Gondolom. Valahogy így, és ő ezzel lecsapja a 4 hetet, az a 2 HP-n lesz. Hát, elég pempős. Jó, most itt valószínűleg leszedjük a fegyvert, és hílelődünk. Szép.
Azért mindenképpen egy 10-es. Ezzel 10 fölé tudok menni. Az a baj, hogy... Ez 12... egy 3 támadásos beast kell neki. És ez meg lesz. Igen, és ott is van a beast. Well played az édes anyád. Annyira jó, hogy nerfelik ezt a decket. Tehát a legrosszabb benne ugye az, hogy amiért azt mondtam, sokan nem értettétek, hogy miért mondtam azt, hogy egyébként nem egészséges a Rexxar. Azért, mert fel lehet építeni egy paklit úgy, hogy teljesen agresszív a hozzáállásod, vagy midrange. És akkor utána át tudsz váltani egy full kontrollos dologba, amivel meg le tudod hozni a meccseket a kontroll ellen. És szerintem ez ilyenkor mindig a játék alaplogikája ellen van. És innét meg az van, hogy egy alapvetően agresszív deckkel tudsz játszani, és utána meg egyszer csak így vége. Dupla board clear. Milyen? Tartom a dupla board cleart. Nem tudom. Mert most ez egy csodálatos clone priest lesz, most egyik se csinál semmit ellene. School of Monarival tudok nyerni. Úgyhogy akkor inkább azt toljuk. Kelezet. Mojo Master. Ez mind jó. Ugye kiteszem mondjuk mit tudom én, hát nem körvön nyilván, de hogy ilyen figyelni kell, hogy mennyi coin. Ó, és ez nem az a deck. Jó, hát akkor itt nincs gond. Szép a sorrend ugye, hogy nehogy tudja megvédeni a Spellstone-t. Control Priest. Hogy nyerjük meg ezt a matchupot? Gondolom úgy, hogy gyorsabbak vagyunk nála. Azt mondjuk ezzel a kezdel nehéz lesz, de... És nem fogunk tudni lecsapni azt a szart. Hihetetlen. Brewmaster, vagy Brewmaster a Shroom Brewer, ez sokkal jobb. Mert ugye 4-4. Jó, tempóval ez a jobb, de most arra elhasznál egy deszt. Mondjuk használjon, inkább arra használjon, mint egy Void Lord, nem? Mert ugye a Void Lordon most meg kell ezett buffot fog kapni, tehát az 5-ös lesz. Jó. Ezt ugye nem tudom megcsinálni, mert nem tudom megcsinálni. Kellemetlen. Az az, gyere el arca szerintem. Vagy azt mondom, hogy ez így. És akkor van egy upgrade a spellstone-om. És a HP meg igazából irreleváns a priest ellen. Jó, nem irreleváns, mert dupla mind blast-en játszanak, ugye? Rájöttek, hogy nekik is kell valami winkon. És ugye az elv az mindig, hogy a lassabb decket, vagy a lassabb lapot játsszuk, tehát hogy a kisebb stattal lévőt játsszuk. Meg ugye priest ellen ez úgyis csinál valamit. Nem akarok amúgy húzni. Tehát control matchupot játszunk, itt számíthat a fatig. És ő is húzott, én is húzogattam, úgyhogy most fatigban egyelőre állunk. Hát akkor alázd meg, kérlek. Jó, most ezt leszedem-e? Lesz ennél nagyobb cucca szerintem amúgy. Jó. Mégiscsak húzunk. Megtartottam a szentbeszédet arról, hogy nem húzunk, aztán meg húzunk. Jó, most lehet, ha már így sárkányokkal játszik, akkor lehet most a Deathbreaker, és akkor így fixen a 4-4-et beleüti az 5-ödbe, és akkor deathbreakerezik, és akkor örül magának. Most ő dragon amúgy, vagy csak játszik az Ecolite-tal? Aha, deathbreaker. No, vagy nem. Ha Deathbreaker van nála, akkor az ötöt be kell ütnie. Ha Spirit Lash, akkor is.
Csak a Spirit Lash-re semmit nem csinál, mert csak az 5-5-5 szedi le. Döntsd már el főnök, hogy mi van nálad. Jó. Ez szerintem így nem volt jó. Ez így konkrétan szar volt. Négyért egy taunt. Négyért egy taunt. Az a baj, van nála még egy Deathbreaker, akkor csak a kettőtön marad fent, hogyha nem csapja bele a vele, csapja, akkor full clear-ja van. De igazából lényegtelen szerintem. De akkor ő... Aha, van még egy. De ennél lassabban, ha akarna, se tudna játszani szerintem a srác. Jó, hát akkor megalázzuk, mondjuk megalázhatjuk éppen. Még egy Void Lord, mindig jó. Le akarom azt annyira szedni? Nem akarom. Jó. Három Void Lord a kézben. Egyébként félrebeszéltem, ötösök lesznek, négyesek lesznek, az Priest ellen kiváló. Aha, tehát Dragon. Jó. Jó, most azt hiszem megcsináljuk a... Mennyire félünk attól, hogy elveszi a támadását, vagy magát a lényt? Alapvetően semennyire egyébként így. Fegyverleszedéssel valószínűleg amúgy játszik. De mondjuk, ha kontroll, akkor igen, ha dragon, akkor nem biztos. Na most így ezt a franc se tudja. De ugye ez elvileg full dragonnak tűnik. Mert a kontroll ezzel nem játszik. A Deathbreakerekkel meg az Ecolite-el igen. Most azt mondod, hogy Inner Fire is vagy mellé, mert akkor így lemegyek az életről. Mert ha Inner Fire, dragon és Inner Fire egyben, de az meg nem lehet. Akkor meg játszik Silence-szel. Jó, Mass Dispel-lel, de nem valószínű. Ha Dragon, akkor nem játszik Mass Dispel-lel. Jó. Kirak egyet. Jó. Még kiteszünk egy lassabbat, jó? Na most ez lehet dupla Mass Dispel. Illetve lehet Mass Dispel, ami mind a kettőt elnémítja. De igazából azzal én csak jól járok valójában. Kell tudja lopni, ugye az az egyetlen gond. Jó, ezzel én abszolút ki vagyok békülve. Tehát akkor innen tudjuk egyébként, hogy full dragon. Jó, hát húzogassál még lapokat szépen, barátom. Fatigban úgyis egyelően állunk, és most már jobban állok egyel. Azt a szép nagyot meg simán csak lecsapjuk. Az ugye most ki fog kerülni. Simán csak leütöm, gondolom 3-9 belemegy, meg az egyik kicsi, és ennyi. Szóval akkor nincs a Divine Hymn nyilván, mert akkor kettőt húzott volna. Jó, nem üti le. Jó, hát akkor ez megtörténik. Ez egészen biztos. Ezekkel elmegyünk arcra. MC-teket már senki nem játszik, úgyhogy én most így kiteszem a Lich King-et. Hát ez pont semmit nem csinál, igen. Mondjuk visszatekerheti a deckembe, de én annak csak örülök, valójában. Mert ha most visszatekerés van a deckembe, akkor a Guldanon még mindig lehoz egy 3-9-et. Jó, hát így fatigban valószínűleg nem kapunk ki. Jó, Guldanozunk? Mert akkor lesz egy tisztességes asztalom. Vagy azt mondjuk, hogy rámenjük a végtelen értékre. Teppelünk. Na.
Kaptunk egy takaros kis sárkány. Rengeteg sárkány szinergián van a deckünkben ugye. És nagyon sok lehetőségünk van sárkányt felfedezni is. Kellemes. Mondjuk a Silence az... Lesz ennél jobb Silence targetem? Szerintem nem. Most nyilván a nagyobbat öljük meg először. Teppelünk gondolom. Hoho. Diszkárdoltunk egyébként bármit? Nem rémlik. És ő még csak nem is démon, mi? Mondjuk így nagy bátorsággal húzogathatunk, mert igencsak lapelőnyben vagyunk hozzá képest. Kérdés az, hogy játszik-e Archbishop Benedictus-szal. Ha nem játszik vele, akkor királyok vagyunk. Ha játszik vele, akkor... Akkor egy plebek. Ezt felgyógyítja 6-ra, 6-ot meg tudunk ütni. Ha nem tudnánk, akkor meg ott a Hellfire. Azzal... Ezt belecsapom, mert úgyse tudok vele mit csinálni igazából. 7 lap van a kezembe. Akarok teppelni? Hát akarok egyet teppelni. Jó. Mert így ugye van értelme, és ugye nem égetek lapot, és van értelme a Hellfire-nek, és van értelme a Spellstone-nak is. Most az gond, hogyha elveszi a Lich King-nek a támadását, vagy önmagában a Lich King-et. Az relatíve problémás. Ha kontroll, akkor játszana Mind Control, de Dragon is így nem fog. Viszont a... Jó, ez a kisebb gond. A nagyobb az ugye a Hero Power-je most. És volt egy Shadow Vision-je, abból kiszedhetett egy... A csapjára szépen, úgy. Szóval abból kiszedhetett egy... Bármit. Mit tudok ellopni tőle? Ja, de... Amúgy, mi van, hogyha én ezt csinálom? Mellé ezt. Így upgrade-elődik a Spellstone-om, ezt már csak így kirakom. Meg ezt is kirakom, mert igazából mindegy. Jó, ha két... Ha van nála két Mind Blast, akkor így ezzel kb. Megöltem magam. Nem, akkor 16-ban van. Elvileg a két Mind Blast, meg a két hero, vagy három Hero Power fél ki, az 16, de tudok gyógyulni egy hetest utána. Az jó. Nem arcoljam, ez nekünk kurva jó. Akarok teppelni? Gondolom egyet teppelhetek. Oho! Na jó, hát akkor greedizünk. Ja, ettől tartottam. Mi van, hogyha most elguldánozunk? Vagy megcsináljuk a Mojo Master-t? Mojo Master csinálom meg. Jó, de nem jó. Sehogy se jó amúgy. Mert a... Jó, guldanozásra felmegyek 20 fölé. Jó, guldanozzunk először, jó? Ha az asztalt nem tudja megoldani, akkor utána megmegy a Mojo Master. Ugye így vissza tudunk gyógyulni, hogyha Alexot ad, akkor még akár jó is lehet a dolog. És a Mojo Master azért jó, mert ugye közben tudunk healelni is. Neki meg a nagy 10 manás kombója, ugye a dupla Mind Blast és a 3 Hero Power az meg elmegy. Ment, hogy az nem fér ki. Két Mind Blast fér bele, vagy egy Mind Blast,
hogy van? Tehát, hogy Hero Power Mindless, Hero Power az 6 mana. És azt a következő körbe is meg tudja csinálni. Az mondjuk elég sok damage. Ja igen, az egy 9-es. Azzal el tudjuk húzni legalább két körre, hogyha most azt a takarít. Ez nyilván vészforgatókönyv, tehát nem ez lenne a cél. Shadowy thoughts. Az Alexa belecsap, gondolom. Alexa-t akarjuk megharapni amúgy? Hát én nem tudom. Aha, jó. Ugye most lerakott 17-be. Nem gond. Ugye mindkettő Psychic Screen kiment most. Igen. Jó. Az nekem tök jó. Én most a Mojo Masterre belecsapok. Ezt csak így kiteszem, így 5-4-ként. Igen, mert már nem lesz más, amire nagyon elhasználjam szerintem. Úgyse akarok húzni, úgyhogy ez így szerintem teljesen rendben van. Jó, hát azt csap le szépen. Ha rá van a dupla Mind Blast, akkor szerintem kb. Hülyeség, amit csinál. Mert előző kör megcsinálhatta volna az, hogy sebez rajtam 9-et, tehát így simán nem kéne kivárni a 10. kör, mert most én úgy látom, hogy rohadtul arra játszik, hogy... Kérdésem, hogy ezt meg akarom csinálni. Tehát sietek-e én annyira? Nagyon spelljeim amúgy nincsenek. Akarok gyógyulni? Nem akarok. Inkább azt akarom, hogy legyen valami fenyegetésem. Ez mondjuk elég jó azt a... Na, ebben nem számoltam. Egy random fenyegetés. Ugye dupla Mindless, dupla Hero Power az, ami van, az 14. Aha. Lehet ugye a tömeghisztéria. De miért az arcomra jön? Jó, lehet, hogy van nála 3 mindless amúgy. Igen. Hát de főnök, kikaptál. Tehát így szerinted mit fog csinálni, malmozni? Na erre nem gondoltam, hogy ez meg lesz amúgy így a... Így amikor így az Alex lekerül, de... Well... És még azt mondtam, hogy ez a Lich King-es spell nem csinál semmit. Hát úgy tűnik, hogy mégiscsak ez hozta le a mérkőzést. Meg az a Buffol Doomguard. Na úgyhogy ez lett volna ez a remek midrange warlock, amivel játszottam az elmúlt néhány napban, meg most ezt a meccset. Nem teljesített mindig ennyire jól, mondom volt, amikor ilyen 0-4-ben meg 0-5-ben voltam vele tegnap este, meg szerintem 0-7-ben. De ettől még gyűlnek vele a vinek, láttátok, hogy most már 460-nál vagyok, ha jól láttam, nem figyeltem így pontosan a számot, de igen, tehát hogy már majdnem 470, szinte warlock aranyhős, de... Majd meglátjuk. Örülök amúgy, hogy ebben a játék metában sikerült találnom egy egészen jól működő midrange decket, és ugye tudjátok, hogy mennyire szeretem a midrange deckeket. Ha megvannak a dolgok, akkor építsétek meg, ez is egy olyan deck, amit abszolút nem érintenek a nerfek, semmilyen szinten, úgyhogy tudunk vele játszani a továbbiakban is, ezért most ezen a héten ugye olyan deckeket mutattam, amik így nem függenek a nerfektől, a lap szinten, nyilván klíma szinten meg igen, de hát azt meg majd látjuk, hogy alakulnak a dolgok holnaptól.
Na, hát ennyire lett volna most ez a csodálatos Midrange Warlock, én örülök, hogy megnéztetek. Találkozunk holnap a Tavern Brawl-ban, ma este ugye érkeznek a nerfek, érkeznek az új aranyos és dustot adó questek, érkezik ugye a Lunar's Eve nevű event, és érkezik ugye az arany Fireworks Technician, amit mindannyian meg fogunk kapni, úgyhogy ezekre majd várunk, még mozgalmas nap áll előttünk. Sziasztok! Mondjuk lehet, hogy kivágtam ezt a részt, és így, na mindegy, lehet, hogy ezt is kifogom.